Igazi presztízs csata a két kannibál, azaz Ricsi P és Kuka MC egymás ellen, és a meccs sem mindennapi, Ricsi Észak-Koreát vezeti, míg Kuka Brazíliát irányítja. Amíg a fiúk a konzol segítségével fociznak, nézzük, mit várnak szakértőink a valóságban 20 óra 30 perckor kezdődő meccstől. Hát nem tudom, az észak-koreaiak most itt vannak, végül is eljöttek? Támadnak mindig. Ők támadnak mindig, atombomba gólokat fognak lőni. A koreaiakról, meg talán a távol-keletiekről mindenféleképpen el lehet mondani, vagy biztosra mehet az ember abban a szempontból, hogy biztos, hogy egy nagyon rakkolós, egy nagyon hajtós, küzdős, sokszor már talán durva csapatokról van szó. Meglepetés tényleg ők is ezen a VB-n, hogy egyáltalán ott vannak, hogy elengedték őket, hogy hazamennek el, ezt még nem tudjuk. Én azt hallottam, hogy netezni nem engedik ők. Meg egyébként semmi más, tehát egy ilyen szemellenzőt fognak kapni, és csak a pályára. A brazilok meg ugye teljesen az ellentétje, ugye ez ott sokkal inkább az egyéni képességekre építenek, szinte a brazil védők is technikailag sokkal képzettebbek, mint a koreai támadók. Igen, volt még a VB előtt egy jó pár nappal latolgattuk, hogy ki tart esélyesnek a végső győzelme. Én Brazília mellett tettem le a voksomat, hogy szerintem ők biztos, hogy odaérhetnek döntő közelbe. Úgyhogy ez egyértelmű. De a brazilok egyébként meg hát mennek lefele keményen, tehát süllyednek. Nem hiszem. Úgyhogy már csak egy három góllal tudják elverni a koreaiakat. Magyarul akkor ezek szerint 7-4 lesz a végeredmény. Az esti találkozó előtt a VB 5. napján 13:30-tól Új-Zéland-Szlovákia meccset rendeznek, majd délután 4 órakor egy izgalmasnak ígérkező Elefántcsontpart Portugália összecsapás hangul az estére, hogy 8:30-kor Kassai Viktor, Erős Gábor és Vámos Tibor magyar játékvezetői 3-as irányításával elinduljon az Észak-Korea-Brazília meccs. Közben az Animal Cannibals is végzett a játékkal, igaz messze menő következtetést ne vonjunk le, ugyanis az észak-koreaiak nyertek egy brazil öngóllal. Most akkor nyertünk, nem? Jó, érdemes volt fogadni erre a meccset. Igen, akkor az a 10.000 dollár, amit föltettünk, azt mondja, hogy 1,26-os szavazóval az... Az 8.000 dollár. Mehetünk, vegyük fel a pénzt. Jó.